A Tiszatúr tározó beeresztő műtárgyának a nyitása után a PLC kijelző is jelzi, ugye, hogy elindult a szegmenstáblák mozgása, és szép lassan az előírt ütemben nyílik fel. A Fetivízi munkatársa azt mutatta, hogy hogyan nyitják ki a zsilipeket árvíz idején. A gombnyomás után a hatalmas lánckerekek megmozdultak, majd lassan elkezdtek emelkedni a zsilipek. Így tudják az ártérbe engedni a folyóvizét. A gyakorlat ezt a vészhelyzetet szimulálta. Azt feltételeztük, hogy a Kárpátokban hatalmas mennyiségű eső hullik le 4 nap alatt, megközelítve a 200 mm-t, és ebből egy olyan árhullám alakul ki, amire még nem volt példa. Tehát az eddig észlelt legnagyobb vízszintek fölött több mint 50 cm-rel magasabban érkezik hazánkba a tiszai árvíz. Ennek a fogadására készítettük elő a Tiszatúr tározót, illetve a szükséges beavatkozásokat a térségben. Az árvízvédelmi gyakorlaton azt is megmutatták, hogy hogyan emelnék meg homokzsákokkal a töltéseket annak érdekében, hogy a lakóházakat megvédjék a víztől. Legutóbb 22 évvel ezelőtt 2001-ben pusztított nagy árvíz a térségben. A térség biztonsága nagyon nőtt az elmúlt 20 évben, hála azoknak a beruházásoknak, amelyet itt tudtunk végezni. Ez azt jelenti a védekezésben, hogy egyrészt fölkészültünk arra a kevés időelőnyünkre, ami van, tehát gyorsabban tudunk reagálni. Másrészt más jellegűek, változott a struktúrája a védekezésnek, tehát kevesebbet kell mondjuk homokzsákkal védekezni, hiszen a mögöttünk levő tározó rendelkezésre áll, és ez az árhullámoknak a magas szintjét le tudja csapni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy gyakorolni meg azért kell, mert nincs időnk. Tehát ahol idő nincs, ott a jó munkát csak akkor lehet végezni, ha gyakorlottak az emberek. Úgyhogy gyakorolni kell bizony ezeket a beavatkozásokat, a tározónyitást, az útlezárást, a kimenekítést és azokat, amelyek ilyenkor szükségesek. A gyakorlaton a vízügyesek mellett katasztrófavédők, rendőrök, vöröskeresztesek is részt vettek. Azt mutatták meg, hogy ki milyen feladatokat látna el vészhelyzetben. A gyakorlatot a vármegyei főispán, mint a Védelmi Bizottság vezetője irányította. Azt gondolom, hogy az itt élők számára egy óriási öröm és nyugalom az, hogy az elmúlt években ehhez hasonló fejlesztések zajlottak a felső Tiszavidékén, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mind az emberi élet, mind pedig a javak azok nagyobb biztonságban legyenek. Úgy látom, hogy azok a szervezetek, akiknek a feladatuk az, hogy baj esetén üzemeltessék ezeket a végműveket, felkészültek arra, hogy ezt meg tudják tenni. Nagyon fontos a mi esetünkben a Felső-Tiszavidékén, hogy ezt a lehető leggyorsabban megtegyük, mert az idő az bizony egy árhullám esetén az rendkívül szűkös lehet, úgyhogy azért is örülök neki nagyon, hogy létrejött ez a mai gyakorlat, mert akkor itt minden résztvevő szervezeti egység tételesen áttekintett, hogy milyen teendői vannak, milyen feladatai vannak, ne adj Isten, hogyha egy árvízhelyzetbe következik. Az árvízvédelmi fejlesztések nem állnak meg a Felső-Tiszavidékén. Újabb területeken kell megerősíteni a töltéseket. Folytatnunk kell a beruházásokat, a töltések fejlesztését, hiszen még a Gulács fölötti töltésszakaszok a Tiszán még kiépítetlenek, tehát az előírásoknak még nem felelnek meg, illetve a Túr torkanti szakaszának a védvonalai és erősítése fognak kerülni az előirányzottaknak megfelelően. A Tiszatúr tározót tavaly adták át, amely 42 millió köbméter vízbefogadására alkalmas. A beruházás összértéke csaknem 36 milliárd forint.